vége a nyárnak, ami többek között azt is jelenti, hogy újraindult a snooker szezon. Révész Bulcsú rögtön 2 győzelemmel indított. Megnyerte az első őszi magyar pontszerző versenyt, szeptember közepén pedig Nagyváradon indult egy amatőr pénzdíjas tornán, ahol szintén győzni tudott. Ez volt élete első nemzetközi torna győzelme. 3 napos verseny volt, péntektől vasárnapig tartott. 32-en voltunk a versenyen, 8 darab 4 fős csoport. Magyarországról 6-an mentek. Én, a Győri Zsolti, Balaskó Misi, Vantara Pali, Kovács Laci és a Berkec András. Romániában rendszeresen rendeznek hasonló versenyeket, ahol mindig örömmel látják a magyar játékosokat. Egy ideje azonban nem volt ilyen verseny a járványhelyzet miatt. Volt 2 szerb játékos, akik nemzetközi téren is ismertek, de a többiek mind románok voltak. Tehát nekik ez gyakorlatilag hazai verseny volt. 8 4 fős csoport volt, abból 2 ment tovább, és akkor így kialakult egy 16-os lista, ahonnan fogva egyenes kiesés volt. Milyen ellenfeleid voltak? Mennyire jók a román snookeresek, vagy a szerbek éppen? A bukaresti játékosok nem jöttek el erre a versenyre. Bizonyos okok miatt, nem tudom, hogy miért. 2 igazán kemény játékos volt ott, akikkel én is megszenvedtem és játszottam mindkettővel. Mindkettőjüket 3-1-re tudtam megnyerni. Egyikük egy ilyen magas, kopasz, poolbiliárdos fickó volt, aki igen jól is snookerezett. A másik pedig egy már régóta játszó, nemzetközi téren is ismert játékos. A többiek nem voltak igazán erősek, tehát a magyarok is. A magyarokhoz képest egy kicsit el voltak maradva, még hozzánk képest is, tehát hiszen a 2 játékoson kívül olyan igazán erősek nem voltak. Tehát a legjobb 4 közé viszonylag könnyen el tudtam jutni, viszont ott már egy kicsit ugye nehezebb lett. Minél közelebb vagyunk a verseny végéhez, annál inkább. Tehát akkor az elődöntőbe és a döntőbe fogtad ezt a 2 erős. Igen, igen. Miért mentetek el erre a versenyre? Versenyrutin. Már régóta nem volt verseny, a legutolsó Nagyváradon 2019 májusában volt. Úgy alapból nagyon régóta volt már nemzetközi verseny, talán ez volt az első, amire el tudtam menni, mert nagyon hiányzott, muszáj volt elmenni, és ráadásul ugye esélyem is volt arra, hogy győzzek, amit meg is tudtam valósítani. A győzelemért a trófea mellett pénzdíj is járt. Bulcsú legnagyobb rékje 71-es volt, a legnagyobb rékért járó különdíjat nem ő tette zsebre. A poolbiliárdos kopasz fickónak hagytak egy állást, és abból lökött 78-at. Milyenek ott az asztalok, milyenek a körülmények, mennyire más, mint Magyarország? Senderasztalok voltak kint, 4 darab senderasztal. Viszonylag jó minőségűek, a lyukak nagyok voltak, viszont az ív könnyen kiverte a golyókat, tehát nem volt olyan profi. Az asztalok összerakása sem volt a legjobb, ugyanis a posztó csúszkált az asztalon, hogy letettem a kezemet, mindenki mondta, hogy elkezdett játszani egyből, hogy csúszkál a posztó az asztalon. Volt még a teremben a 4 snooker asztalon kívül 10 darab biliárd asztal is, közvetlenül mellettük, tehát azért ott a poolosok tudnak üvöltözni. A zene is ment folyamatosan, tehát nem volt olyan snookeres, pláne nem versenyes feelingje, de egyébként az asztalokkal és a körülményekkel ezen kívül más probléma nem volt, a szervezéssel volt még. Mert hogy ez az imént említett haj nélküli poolbiliárdos fickó volt a versenynek a szervezője is, és eléggé megkavarta a dolgokat, ugyanis volt egy román fickó, akinek a lánya beteg volt, és a pénteki napot, amit a csoport meccsekre szántak volna, a kórházban töltötte a lánya mellett, és szombaton, amikor már el kellett volna kezdődni az egyenes kiesésnek, bejött, hogy lehet-e most játszani a 3 csoportmeccset. És ezért eléggé elhúzódott, és a biliárdos fiszko megengedte neki, hogy lejátsza, hogy elhúzódott. Úgy lett volna, hogy szombaton játsszuk le a 16-ot, a legjobb 16-ot és a legjobb 8-at, és a vasárnapra marad a legjobb 4 és a döntő. Tehát végig kavarás volt. Nem lehetett tudni, hogy ki jön el, ki van ott, kivel lehet játszani, semmi időpontot nem tudtunk, de hát nagyobb bajunk se legyen. Az is az amatőr versenyek bája, nem? Hogy igen, pontosan.
A többi magyar játékos hogy teljesített? Utánad ki volt a legjobb? Utánam Vantarapali volt a legjobb, ő a legjobb nyolc közé jutott. Pont velem játszott a legjobb nyolc között. A legjobb 16 között hárman estek ki. Győri Zsolti, a Balaskó Misi és a Kovács Laci. A csoportkörből pedig a Berkec András nem tudott tovább jutni, ő harmadik lett a csoportjában. És ha jól számolom, akkor 7 meccset kellett játszani, 7 meccset kellett nyerni, ugye 3 csoportmeccs, aztán... Igen. A csoportmeccs csak egyébként 2 nyertesek voltak, aztán az összes többi már 3. Egy-egy ilyen verseny nagyon sokat jelent a felkészülésben és a rutinszerzésben. Hát még akkor, ha győz az ember. Összességében megérte elutazni erre a versenyre? Abszolút, megérte, abszolút. Miért? Érzed, hogy fejlődtél általa? Hát igen. Óriási önbizalmat szerez az ember, hát ha megnyer egy versenyt, hogy a viharban ne szerezne önbizalmat. És ez azért fontos, mert közeleg a portugáliai Európa-bajnokság, ahol Bulcsúnak szüksége lesz minden önbizalmára. Talán jobban elhiszem, hogy akár még nyerni is van esélyem az U18-on. Eddig nem nagyon hittem az, de hogy így láttam, hogy Románia legjobbjai ellen, egy ország legjobbjai ellen mennyire föl tudom venni a harcot, és talán még nyerni is tudok, sőt nyertem is, az abszolút nagy önbizalmat ad, és tényleg segített. Most már én is teljesen elhiszem, hogy van esélyem az U18-on Portugáliában. A román ellenfeleket legyőzte Bulcsú, de az Európa-bajnokságon sokkal nehezebb ellenfelei lesznek. Bulcsú 4 versenyszámban indul, az U18-as, az U21-es, a 6 pirosas és a felnőtt tornán egyaránt részt vesz. Mindezt 10 nap alatt, ami komoly megterhelést jelent. Miért pont az U18-nál látod a legnagyobb esélyedet? Miért nem mondjuk a 6 pirosason, ahol, ha jól tudom, akkor tavaly negyeddöntőt játszottál? Az U18-on is negyeddöntőt játszottam tavaly, viszont a 6 pirosason többen vannak, talán 20-30%-kal is, mint az U18-on, és felnőtt. Tehát az lényegében más, mint az U18, ahol ugye korombeliekkel kell játszani, tehát ezért van a legnagyobb esélyem az U18-on talán még nyerni is, és a legjobb eredményt elérni. 14 éves vagy, tehát akkor azért nem csak korombeliekkel játszol, hanem 17 évesekkel is felteszem. Igen, de 11 évesen is voltam már U18-on. Tehát van tapasztalatom, hogy ők hogy viselkednek, hogy játszanak, és hogy én hogy játszom, és hogy mennyire van esélyem ellenük. Bulcsúval a beszélgetés közben játszottunk egy frémet is. Amikor neki jól megy a játék, akkor a magamfajta kutyaütő örülhet, ha 2-3 lökést be tud mutatni. Bocs. A frém nagy részében nincs más teendő ilyenkor, mint visszatenni a színeseket az asztalra és nyomkodni az eredményjelzőt. Most is ez történt. Bulcsú azok után, hogy reggel utazott csak haza Nagyváradról, hidegkézzel lökött egy 81-es bréket. Öröm volt nézni.